A Biblia gyermekeknek bemutatja Noé és az özönvíz. Írta Edward Hughes, kiadta Biblia for Children 2012. Noé istenfélő ember volt. Mindenki más gyűlölte Istent, és nem fogadtak szót neki. Egyik nap Isten valami meglepőt mondott. Én el fogom pusztítani ezt a gonosz világot, mondta Noénak az Isten. Csak a te családod fog megmenekülni. Isten figyelmeztette Noét, hogy nagy az árvíz, és el fogja borítani a földet. Építs egy nagy hajót fából, egy olyan bárkát, ami eléggé nagy lesz a családod és sokféle állat számára, parancsolta meg az Isten Noénak. Isten pontos utasításokat adott, és Noé munkához látott. Az emberek biztosan gúnyolódtak Noén, amikor elmagyarázta neki, miért építi a bárkát. Noé folytatta a bárka építését. Istenről is beszélt az embereknek, de senki sem hallgatott rá. Noénak nagy volt a hite. Akkor is hitt volna Istenben, ha korábban sohasem esett volna eső. A bárka hamarosan készen állt arra, hogy berakodjanak. Most az állatokra került a sor. Egyes fajtákból 7-7 párat, másokból csak 2 választott ki az Isten. Kis és nagy madarak, apró és hatalmas állatok mind elindultak a bárka felé. Meg lehet, hogy az emberek sértő szavakat kiáltoztak Noé felé, míg a bárkába terelte az állatokat. Ők nem szűntek meg Isten ellen vétkezni, nem kérték, hogy a bárkába mehessenek. Végül minden állat és minden madár a fedélzeten volt. Szállj be a bárkába, mondta Isten Noénak. Te és a családod. Noé, a felesége és a 3 fia feleségeikkel bárkára szálltak. Ezután Isten rájuk zárta az ajtót. Azután eleredt az eső, viharos esőzés öntötte el a földet. 40 nap és 40 éjszakán át. A víz elborította a városokat és a falvakat. Amikor az eső elállt, még a hegyek is a víz alatt voltak, minden élőlény elpusztult. Ahogy a víz emelkedni kezdett, megemelte a bárkát, és az lebegett a vizen. Meg lehet, hogy bent nagyon sötét volt, az is lehet, hogy a bárka erősen himbálózott, és lehet, hogy ez ijesztő is volt. Az 5 hónapig tartó árvíz után olyan szél támadt, Isten jó voltából, hogy a víz fokozatosan apadni kezdett. A bárka lassan megakadt az Ararát hegyen. Noé 40 napig maradt a bárka belsejében, amíg a víz teljesen elapadt. Az egyik nyitott ablakon át, Noé egy hollót és egy galambot eresztett ki. A galamb visszatért Noé mellé, mivel sehol sem tudott száraz helyre leszállni. Egy héttel később Noé újra próbálkozott. Ekkor a galamb egy kis olajfaággal a csőrében tért vissza. Következő héten tudta meg Noé, hogy a föld száraz, hisz a galamb többé nem repült vissza. Isten azt mondta Noénak, itt az ideje, hogy elhagyják a bárkát. Noé a családjával együtt kiterelt minden állatot. Milyen hálásnak érezhette magát Noé. Oltárt emelt és magasztalta az Istent, amiért megmentette őt és a családját a rettenetes árvíztől. Ekkor Isten ígéretet tett Noénak. Soha többé nem fog özönvizet küldeni a földre, hogy az embereket a bűneikért megbüntesse. Az Isten jelt is küldött neki, hogy erre az ígéretére emlékeztesse. A szivárvány lett az Isten ígéretére emlékeztető jel. Az árvíz után Noé és a családja új életet kezdtek. Leszármazottaik benépesítették az egész földet. A föld minden nemzete Noétól és az utódaitól származik.
Ez volt Noé és az özönvíz, Isten igéjéből, a Bibliából vett történet. Istennek legyen hála. Ámen.